Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, és jöjjön az újabb karanténvlog. Én mondok 4 nevet, a többit rátok bízom. Fegyőr. Mi momentumosok, éppen ezért a kárpátaljai magyarság és a szabadságharcos Ukrajna oldalán állunk. Karigeri. A Budapest Közlekedési Központ egy 27 milliárd forintos éven belül kell fölvenni. Dobrev. Hogy mi történik az egészségügyben, arról nem kérdezik meg. Az orvosokat és Kálmán Olga. Az Árnyék kormány szerint minden egyes alap élelmiszerre ki kell terjeszteni a kedvezményes áfakulcsot. Na és akkor jöjjön a fekete leves. Tartsatok ma is velünk! Kezdjük a drága jó főpolgármester úrral, Karigerivel, hiszen a nagy munka meghozta a gyümölcsét. Csődben a város. Csődben Budapest. Az a polgármester! Már 3 napja hever ott, és senki nem tett semmit. Nem vitték el, nem helyettesítették ideiglenes megbízottal. Ó! Oh, nézzétek! Ezt nézzétek! Kojotok hurcolják el, mint egy szemléltetve mondandómat. Pá! Pá, polgármester úr! Jó farkasszarráválást kívánok! Pá! Na de hát megint. Mit csinál? Felelősséget vállal? Hát persze, hogy nem. Hárít, vinnyog, mutogat, terel, és közben elfelejti azt, hogy ő volt és a haverjai, akik az egész várost sajnos belevitték az árokba, az árok mélyébe. Mit csinálsz? Hát hogy az anyádban nézel ki megint, te szemétláda? Na, álljál föl, az gyerünk a bokorba! Mert a haverokra, tanácsadókra mindig volt lóvé. Jávor Benyónak 34 millió helyett felemelték 112 millióra a brüsszeli pénzt, mert hogy hazaárulás, azért az már akkor legyen megfizetve. És utána most mutogat, hát belehúzott, ezt figyeljétek. A Budapest Közlekedési Központ egy 24 milliárd forintos éven belüli hitelt fog fölvenni. A hitel nem ajándék. Csak annak a tudatában vett fel, hogy vissza is kell fizetni. Amely sajnos a kormány elhibázott a gazdaság politikájának köszönhetően nagyon magas kamat keltek mellett. Igen. Kamat is van rajta, ugyanúgy, mint ahogy a közérben haszon a tejen. De megvalósítottabbá teszi azt, hogy ne kerüljön veszélybe Budapesti közösségi közlekedés. Nem látod, hogy én mekkora fasz vagyok? Az, hogy a törvényesek kormányzat feltételezi a kormányzat további finanszírozását. Segítünk, hogy megszerezhesd a legjobb hiteled, amennyiben megfelelsz a feltételeknek. De tényleg, gyerekek? Valaki bármi más megoldást várt tőlük. Nem, maradt ez a jó vinnyogás. Ő úgy döntött, hogy a szolidaritási adó egy részét nem fizeti ki. Mert hát ilyen egyszerű dolgok ezek, nem? Én is úgy gondolom, most a gázszámlát, vagy a rezsiből bármi, sőt a hitelt nem fogom kifizetni, mert az elmúlt időszakban túl sokat söröztem azt a limaradt lóvé. És akkor ezt ő így bejelenti. Simán a törvénytelenséget. Micsoda átkozott kretének ezek. Na de a nagy ütés még hátra van, mert azért ő itt nem fejezte be. Véleményem szerint alkotmányos kötelezettségére nem tett eleget a pénzügyminisztérium akkor, amikor ezt az összeget nem csökkentette legalább arra a szintre, hogy a fővárosi önkormányzat 0 forint állami támogatást kapjon és 0 forint adót fizessen. Apámtól kértem pénzt, nem adott! Anyámtól kértem pénzt, nem adott! Ki ad nekem pénzt? Ki ad nekem pénzt? Ki ad nekem pénzt? Éppen ezért közigazgatási bíróságon perfendítunk ennek az összeg a csökkentés érdekében. Ennek az adónemnek azt a részét, amelyet törvényesnek gondolunk, az elkövetkező hónapban be fogjuk fizetni, hiszen minden hónapban törlesztjük érni a részleteit. Azt a részt, aminek a törvényességét vitatjuk, azonban azt nem tudjuk és nem is akarunk befizetni. Micsoda? Nem értettem, jó? Na hát ez aztán az igazán tökös főpolgármester, hajrá Karigeri, mögötted állunk, mert hogy megint nagyot nyomtál. Azért az, hogy kivéreztetésről beszélsz, miközben rekordméretű iparűzési adót szedtek be, azért az egy kicsit pofátlan. És egy vackorba harapott óvodás megint nem tud más csinálni, csak vinnyogni, mutogatni, de semmiért nem vállal felelősséget. És jön a per, mert hogy ők majd így megoldják. De komolyan törvénytelenséget csinálsz, és azt mondod, hogy neked olyan kedved volt. De akkor tényleg mi se fizessük be a számlákat, mert éppen olyan kedvünk volt, hogy elvertük, mert nagylábon szeretnek élni a haverok. Főleg akiket ti 2019. októbere után beültettetek szépen a felügyelőbizottságokba, Gyurcsány embereit, a régi zsíros kommunistákat. Gazdag vagyok és őrült szexi!
Nézd csak rá, nagy kövér disznó vagyok. 2 éve, hogy nem láttam a pöcsömet, ami elég, hogy hivatalosan is holtán nyilvánítsák. Bocsi, fingottam. Akik még a Demszki korszakban is ott ültek, akik akkor szedték meg magukat, akik közül jó párnak büntető ügye is van. Na, nektek ők kellenek. És azt is elfelejtitek, hogy bizony Tarlós 2019-ben jó 200 milliárdos plusszal tartalékkal adta át nektek a várost, és mi van most? Folyamatosan arról beszéltek, hogy csőd, már mínusz 80 is volt meg minden. Szóval ti eldöntitek. Ez igen. Na hát Karigeri, foglalkozni fogunk még veled, de ezt a szégyent, hogy ideig süllyedhet Budapest, hogy egy ilyen alak legyen a főpolgármestere, ez tűrhetetlen. De menjünk tovább a színes kis társaságunkkal, mert Dobreva asszony jön, az árnyék kormány árnyék királynője. Drámai következményekkel jár, amikor a politika, a közhatalom gyakorlása elszakad a szakmai, a civil háttértől. Én meg azt mondom, hogy otthon tessék hisztizni. Éppen ezért az egyik legfontosabb feladatunk nekünk is, ellenzéki politikusoknak, hogy ezt az új szövetséget, ha úgy tetszik, akkor újraépítsük. Látom, nagyra vagy magaddal, kisanyám, igaz? Az árnyék kormány megalakításának az egyik legfontosabb feladata éppen ez volt, hogy gyűjtsük össze azt a tudást, azt a szakmai és érdekképviseleti szervezetrendszert, azt a politikai akaratot, ami ebből egy jobb országot fog teremteni. Micsoda kormányzás! Nincs egy rossz év közte! Éljen és virágozzék a legnagyobb öszödi böszme! Végtelen a furkóságok tárháza. Óriási. Szakmai és civil háttér. Hát nagyon kilóg a lóláb, hogyan próbáltok most embert szerezni a szaros kis mozgalmatokhoz. Hozd ki a bénát. Mert a 15% tudjuk, hogy persze természetesen a magyar emberek többsége, meg minden az árnyék kormányon múlik, majd az egyetlen remény. Na de, akkor a szakmai és civil háttérhez. Emlékszünk, hogy milyen jó szakértőitek voltak, és még most is vannak. Hát Dobrev Gyurcsány páros az már önmagában elég, de hát itt van egy jó Gréci, ugye a jó recskamester. Mit csinálsz? Semmit. Maszturbáltál? Dehogy is. De igen. Jól van, hát lőj le. Rejszoltam. Így van, gyurmáztam a gyíkot. Ráztam a répát, tudod? Políroztam a bohócot. Ez undorító. Vadaival, Vágó Pista, Niedermüller. És mondjuk ilyenek ülnek a felügyelő bizottságokban is, mint a Drazsé, a jó Draskovics. Hát emberek, ilyen szakértők nélkül nem is tudnám elképzelni Magyarország jövőjét, de nem csak Magyarországét, a Kárpát-medencét, sőt az egész világét. Úgyhogy Dobrev, hagyjuk már ezeket a mantrákat, majd jön még Kálmán Olgika is, ő majd folytatja, de mielőtt odaérünk, üdüljünk föl egy kis fegyőrrel, rég mondott hülyeséget. Na de most újra megszólalt, úgyhogy egyből sikerült a furkónak. Szijjártó Péter a brit közszolgálati tévében, a BBC-ben 3 lehetőséget is kapott arra, hogy az orosz gyilkos agresszorral szemben a kárpátaljai magyarság és Ukrajna oldalára álljon. A szájba tekert kurva anyád, bugattyús, picsája! Nézzétek meg, ez hogy sikerült neki. Why is it so difficult for you to say that you want Ukraine to push Russian forces out of their country? We want this war to be stopped as soon as possible. Imént a fideszes külügyminiszter szájából elhangzott Putyin-párti, oroszbarát mondatok a 48-49-es és az 56-os őseink és hőseink emlékét gyalázza meg. Olyan vagy, mint az anyád picsája. Csak nősz, nősz, azt egyre kevesebb örömöm van benned. Mi momentumosok éppen ezért a kárpátaljai magyarság és a szabadságharcos Ukrajna oldalán állunk az orosz agresszorral, Vlagyimir Putyinnal szemben. Mert ez a történelem jó oldala. Metten összeszarom magam. Ennyi hülyeséget, de hát kezdjük az elején. Te akartad, fegyőr, 56-os hősök. A te őseid, vagy a mi őseink. Na jó, a te ősöd, a te nagyapád egy büdös nagy kommunista volt, ezt mindenki tudja. Úgyhogy az 56-os hősök emlékét már sikerült meg is gyalázni. A te ősödről meg inkább nem mondjunk semmit, mert na, legyünk kultúremberek.
Na, nem kaptál kultúra utalványt? Na, azt leszarom. Na, mondjuk ezt gondoltam. De akkor menjünk tovább egy kicsit. Kárpátaljai magyarok? Hát titeket egyáltalán nem érdekel a külhoni magyarság. Mondjuk olyan szinten igen, mint amikor az erdélyi magyar pártnál helyette a román támogattátok. Titeket nem érdekel semmi, ami magyar. Ha mondjuk ellene, a magyarság ellen kelnek föl, na akkor azért ott vagytok, mint például az ukránoknál. És marha nehéz nektek megjegyezni, büdös furkókáim, hogy a magyar érdek az egy külön dolog, mert ti mindig odaálltok valakihez. Lesitek az asztalról lecsurranó kis morzsákat, kis borcseppeket, amiket fölnyalogattok a gazditól, mi meg szeretnénk a saját magyar érdekeink szerint haladni. Ti meg beszéltek arról, hogy így az ukránok, meg úgy, meg az oroszok, ne, gyerekek, mi maradjunk ki a háborúból, próbáljuk meg a magyarságot minél inkább erősnek megtartani, ti pedig csináljátok a hazáruló szar mantráitokat, és hazudjál össze-vissza, annyiszor lejárattad már magad. Hát miért nem mész el mondjuk Bukarestbe, és indulsz el ott önkormányzati képviselőnek valami jó, igazi, kemény román párt színeiben, szerintem simán megoldanád azt is. De hogy a végére is hagyjunk valami ízletes falatot, jöjjön Kálmán Olga, aki független, objektív, na meg inkább egy gyurcsányista kommunista. A jelenlegi helyzet Orbán Viktor elmúlt 13 éves kormányzása miatt állt elő. 13 év alatt tették tönkre a magyar gazdaságot, és zártak el minket az európai jólét lehetőségétől. Az árnyék kormány szerint tehát minden egyes alapélelmiszerrel ki kell terjeszteni a kedvezményes áfa kulcsot, hogy megállítsuk az Orbán kormány által előidézett a magyar emberek tömegeit fenyegető megélhetési válságot. Jól van, ne rinyálj már annyit! A kutyát nem érdekli! Na jó, akkor most tényleg utoljára. 2004-ben pont ti büdös kommunisták és a haverok voltatok azok, akik 12%-ra emelték az alapvető élelmiszerek áfáját. 2006-ban sikerült ezt 20%-ra tornászni, majd hogy betetőzzétek a munkát és csúcsra járassátok a furkóságot, 2009-ben 25%-ra emeltétek, de annyira jó fejek voltatok, hogy a kenyeret és a tej termékeket 18%-on tartottátok. Azóta is köszönjük. Aztán utána 2014 és 18 között az Orbán kormány folyamatosan csökkentette az alapvető élelmiszerek áfáját, hogy végül 5%-on megálljon, ugye a tej, a hús, csertéshús, baromfi, a kenyér, meg a hal. Na, itt tartunk. De akkor ezek után mit pofáztok? Ki akarja itt az alapvető élelmiszereket emelni, ki emelte, és ki az, aki csökkenti? És akkor ezek után miért bízom bennetek bárki? De ezek után hogy állsz ki? És hogy mondod meg azzal az álszent fejeddel, hogy ti a magyarok érdekét fogjátok folyamatosan támogatni? Ti nem, soha. Beálltál ebből a Gyurcsány Zsoltba. Előtte se lehettél semmi egyébként, azért azt tudjuk. De innentől kezdve, amikor ilyen nyilvánvaló hazugságokkal operáltok, akkor mi a szart vártok? Mit gondoltok, hogy majd itt az emberek ezt elhiszik? Lófaszt! Reménytelen, hazaáruló kommunisták vagytok. És mára ezzel fejeztük be a karanténvlogot, de találkozunk jövő héten is, plusz az újabb tartalmakat se felejtsétek el, és azt is nagyon köszönjük, hogy a Rumble-en is érkeztek, mert ki tudja, mi történik véletlenül néha a YouTube csatornákkal, úgyhogy maradjatok velünk, iratkozzatok fel a karanténvlogra itt is, a Rumble-en is, találkozzunk jövő héten is. Jó pihenést, sziasztok!